Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket, aki eljött ide a Városi Könyvtárba, Bors Ildikó Veszprémben élő festőművész kiállításának megnyitójára. Szeretettel köszöntöm az alkotót közöttünk, körünkben. Egy mondatát, két mondatát szeretnék felolvasni. A kikapcsolódni vágyók zenét hallgatnak, kirándulnak, meditálnak, vagy szórakozni mennek. Én rajzolok, vagy festek, és mindezt egyszerre élem át. Ez egy vallomása alkotónak. Szeretettel köszöntöm most a Rostatönc igazgatórat, és felkérem, hogy nyissa meg a mai kiállításunkat. Tisztelt jelenlévők! Egy messziről jött kedves kiállítót köszönhetünk körünkben, Bors Ildikó Veszprémben alkotó személyében, akinek képeivel, alkotásaival, de ő magával sem találkozhattunk eddig túl sokszor errefelé. Bors Ildikó a Dulik Tibor tájképfestő alkotótárban tagjaként került, úgymond városok látókörében, és néhány évvel ezelőtt a Dózsa György Általános Iskola galériájában Rákai Zsuzsa nyitotta meg ottani kiállítását, amely aztán átkerült a művelősi házba, és ott, hát a szélesebb közönség láthatta. Amikor belépünk ide a terembe, az első pillanatok benyomásai, élményei megadják a látogatók érzelmi irányát, amely feltétlenül pozitív, azaz rögtön kellemes tetszést váltanak ki bennünk ezek a képek. Elsősorban azért, mert látványelvű, közérthető, rendkívül egységes, igen jó színvonalú és tematikájú tárlat. Az alkotások többsége városkép. Kevesebb a tervétájú táblázoló mű, és van néhány figurális kompozíció is. Vagyis a város, ahol élünk, a természet, amelyben élünk, és maga az ember. Azt mondtam, hogy a tárlat látványelvű és közérthető. Azaz nincsen olyan alkotás, ahol valamilyen intellektuális folyamat eredményeként kellene megfejteni a képbe zárt üzenetet. Egy dolog fűzi össze, pontosan úgy fogalmazni, köti erősen össze a falon levő képeket, és ez pedig az élet szeretet. De hogyan? Igen érdekes. Ha alaposan körülnézünk az alkotások között, azt érezzük, hogy nem valamiféle mérnő, harsogó élet az, ami a papíron van, sokkal inkább egy picit hűvösebb, tartózkodóbb az a világ, mintha olyan valaki szemével néznénk körbe, aki nem lakója a képeken ábrázolt helyszíneknek. Inkább olyan kívülálló tekintet vándorol lassan-lassan, megálló a vizeken, az épületeken, a természet közeli és távoli helyein, minden helyik az emberi. És akkor látál, hogy jó. Igen. Itt azt látjuk életünk, hogy szép és jó az élet. A fény mindenütt főszereplő, akár egy villanásban, akár széles sárban zúg alá. Itt nincs dráma, tragédia, ember gyöngybarátó gondolat. Van viszont béke, nyugalom, mégpedig nagy-nagy nyugalom, mintha valami újkori Árkádia tájára is suhannánk végig. Úgy érzem, Bors Ildikó képeinek a fő jellemzője, egyfajta nyugodt kiegyensúlyozottság, ami az egykori görög idillű lakóhely Árkádiai szép közvetíti, természetesen a mai kor hangszerelve. Ezt a hangulatot, idilli békességet érzi meg a látogató a képek előtt. A város képein van valamiféle időtlen nyugalom, akár szeretett városáról Veszprémről mutat be részleteket, tudjuk, hogy Veszprém az egyik legrégibb magyar város, melynek történelmi lépcsői, utcái, házai mind-mind mesélnek valamiről. Akár más helyekre, például Velencébe, Prágába visznek el alkotásai. Milyen érdekes, hogy ezt a nagy nyugalmat nem zavarja meg az emberi alatt. Csend van a bolthívek alatt, a házak előtt, a lépcsők. Ül a csend és a fény némán, te nagyon van. Legfeljebb egy dallal csendül fel, és járja végig vidám tánc a várost, ahol élünk.
közeli vagy a végtelenbe vezető. Van köztük négy olyan alkotás, ami egy kicsit más, kicsit expresszívebb színkezelésű, kicsit elvontabbnak tűnnek, legalábbis meghökkentőbbek a többi mellett. A zöldek és pirosak markáns ellentétei jegyzik ezeket az alkotásokat, némi síkszerűség is van bennük, ott a vásznakon, no nem annyi, hogy eltévedjen a néző. Itt érdemes egy pillantást vetni a technikára is. Ecolin, ami errefelé nem annyira ismerős. Az Ecolin lényegében színes tus, melynek használata láthatóan erőteljesebb színhatást eredményezhet. De a természeti képeket is uralkodó a cseng. Ott ül a vizek felett, a csónakokban, az árban. Legfeljebb itt is egy dallam úszik a lombok közé, válaszolva a folyók finom csorogására. Thank you.
Kedves jelenlévők, Borsi Ildikó kiállítása kellemes, mint olyan kínál. Munkái magabiztos, szakmai tudást, magasabb technikai felkészülést mutatnak. Azt hiszem, hogy olyan hangulatot próbált megragadni, amelyet a diákok zenében próbáltak aláfestni. Elhangzott három dallam, elhangzott három zeneszerszám, és próbáljuk az összhatást, amely a hangulatot talán még jobban kapott. Majd pedig
nyílik ezt követően a 20 éves jubileumi Gyuli Tibor alkotótábor kiállítása, amelyben tudomásom szerint Ildikó is szerepelni fog. Tehát erről a kiállításról most ennyit. Én kérem Önöket, hogy nézzék meg a kiállítást, beszélgessenek Ildikó közvetlenül, és nézzék meg a kiállítást. Köszönöm szépen, hogy előttek is voltak.